Az elmúlt években számtalan magyar youtuber hagyta abba a YouTube csatornáját és tűnt el, vagy épp egy bejelentő vége videó után nem folytatta tovább a tartalomgyártást. Az elmúlt hetekben viszont egy csomó külföldi youtuber, akik nagyon-nagyon hosszú ideje folytatták a YouTube videózást, abba hagyták a YouTube-ot. Rengeteg olyan csatorna volt, amit én is néztem, különböző filmes csatornák, különböző ilyen kreátoroknak szóló csatornák és más egyéb érdekes csatornák, úgyhogy beleástam magam a témába, és utána jártam, hogy mi lehet ennek az oka, és hogy lehet ezt elkerülni, hiszen komolyan miért hagynál abba egy YouTube csatornát, amikor ez az álom melója sok embernek, rengeteg fiatal akar YouTuber lenni, és érted, amikor ott vagy az álom melódba, akkor mi késztet arra, hogy abba hagyd, és visszalépj, és más csinálj, ennek járunk ma utána. Külön fogom venni a külföldit és a magyart, mert más-más piac a kettő, és mások az okok, amik miatt abba hagyják az emberek. Nos, megnéztem a legtöbb ilyen kilépek a YouTube-ból videót, meg egy csomó erre reagálós és erről beszélős külföldi videót, és összességében mindenki azt mondta el, hogy amikor a YouTube csatornád ilyen hobbiból és mókás kreatív tevékenységből átvált arra, hogy ebből élsz meg, akkor nyilván azzal egy ilyen szemléletmódváltás is jön, hiszen onnantól kezdve nem mókázhatsz, nem kreatívkodhatsz szabadon, mert van egy szám, amit hoznod kell ahhoz, hogy meg tudj élni. Ezt nehezíti, amikor már az emberek stábba dolgoznak, több ember megélhetése függ a YouTube csatornától, és több emberre vagy felelősséggel, tehát még inkább átalakul, és még inkább elveszti ezt a kreatív jellegét. Ugye azt mondják, hogy kétféle motiváció van az emberekben. Az egyik, amikor jön ez a belső motiváció, tegyük fel például alkotni szeretnél, nagyon szeretnél videózni, ez a belső motivációd, és jön a külső motiváció, ami pedig mondjuk az, hogy meg kell élni, fenn kell tartanod a stábodat, a családod, stb. És nyilván ez a kettő együtt nem igazán érvényesül, tehát az egyik elnyomja a másikat, tippelhettek, hogy melyik nyomja el melyiket. Szóval nyilván átalakul itt a YouTube csatorna egy bizniszé, és a biznisznek rengeteg olyan oldala van, ami nem kreatív, adózni kell, számlázni kell, brendekkel kell tárgyalni, nagyon sok olyan munkafolyamat van, ami abszolút nem kreatív, ezeket én is a saját vállalkozásom során csinálom, így piciben, és... ja, ezek nem olyan jó dolgok, mellette nem tudsz annyira kreatív lenni. Rengeteg kreátor, aki így abba hagyta most a YouTube-ot, azt mondta, hogy elfelejtett kreatívkodni, elfelejtett ezt az egészet, hogy milyen érzés úgy alkotni, hogy tényleg kreatív és szabad vagy, és nem az van benned, hogy egy stábot kell életben tartanod. Szóval nagyon sokan mondták ezt. Emellett pedig olyanok is elhangzottak, nyilván attól, hogy valami álom meló, attól még ugyanúgy benne van a meló szó, tehát ugyanúgy dolgozni kell, tehát az, hogy te az álommelódat végzed, az attól függetlenül ugyanúgy egy munka, és nyilván, ha nagyon túltolod, akkor kiéghetsz benne, és rengeteg kreátor ugye kiég ebben, hiszen egy YouTube csatorna nem egy olyan munka, mint mondjuk, amikor elmegy az ember és dolgozik a pénztárba, vagy egy építkezésen, vagy egy irodában, ezt a munkát rendszerint haza is viszed, és az egész életedre hatással van, és erről is sokan beszámoltak egyébként, hogy konkrétan ezzel keltek, ezzel feküdtek, otthon a vacsoránál is ezen gondolkoztak, és 0-24 ezen pörgött az agyuk, hiszen ez egy ilyen, tehát a YouTube az így 0-24 pörög. Úgyhogy nagyon nehéz kiszakadni ebből, és nyilván ez is közrejátszhat abban, hogy valaki mondjuk 7 év után, vagy 10 év után úgy dönt, hogy most abba hagyja ezt az egészet. Szóval ja, külföldön ezek voltak a példák. Egyébként az egyik kreator nagyon érdekes gondolatokat mondott. Például hozott egy olyan hasonlatot, hogy úgy képzeld el magad, mint egy polip, hogy amikor youtuber az ember, akkor mint egy polip sok kézzel sok feladatot lát el, tehát az egyik kezével csinálja az indexképeket, a másikkal befizeti az adót, a harmadikkal a brendekkel tárgyal, a negyedikkel a videót vágja, az ötödikkel felveszi, stb. És azt mondta ez a kreator, hogy nyilván, hogy amikor növekszik a csatorna, akkor le kell vágni bizonyos kezeket, tehát ha te nem értesz mondjuk az indexképkészítéshez, és nem is szereted, akkor nyilván azt le kell vágni, azt a kart, és hagyni kell, hogy azt más csinálja, viszont arra is figyelni kell, hogy mivel
egy YouTube csatorna általában valaki köré épül, és a köré épül, ami az illetőnek a szenvedélye. Nyilván azokat a dolgokat nem szabad kiszervezni, amik a csatorna alapjai, szóval nagyon érdekes okfejtés volt, és ezen lehet akár gondolkozni, hogy te mit szerveznél ki, és mi az, ami a csatornád alapelve, és azt mindenképpen meg kell tartanod, plusz még fun fact, hogy a polipoknak három szívük van, szóval azt mondta ez a kreator, hogy három dolgot mindenképp meg kell tartani. Szóval nagyon érdekes okfejtések mennek a témában, és akkor kérdezheted, hogy rengeteg kreator meg ott van, akik ugyanúgy 10-15 éve nyomják mondjuk, és nem égtek ki. Van például egy olyan elv, amit Hollywoodban szoktak alkalmazni, és tök jól alkalmazható egyébként a YouTube csatornákra is. Hollywoodban a nagy filmrendezők sokszor úgy forgatnak, hogy egy filmet a közönségnek, egyet pedig maguknak, ami full bukó, de nyilván a közönség film az visszahozza, és úgy tulajdonképpen kiszolgálod a közönséget is, meg a saját belső kreatív motivációdat is, és így mindenki nyer, úgyhogy ez egy ilyen tök jó gondolatmenet, és ezt is talán meg lehet fogadni bárkinek. És nézzük a magyar valóságot, Magyarországon miért hagyják abba a youtuberek? Nos, Magyarországon is nyilván jelen van a kiégés, láthattuk például Fanmade Makert, aki szerintem túltelítődött az egész YouTube világgal, sok-sok éve benne volt, sok-sok éve nem változott semmi, sok-sok éve egyre rosszabb minden, így látszólag, és valószínűleg elege lett az egészből, és azt mondta, hogy ő most abba hagyja, és nyilván több ember is van, aki így kiégett az egészbe, vagy ráunt. A másik, ami miatt meg abba hagyják az emberek, amiben szerintem, vagyis úgy tudom, hogy a Dumaragú csatorna is például beleesett, hogy azért minőségi tartalmat gyártani itthon sok pénz, a YouTube pedig valójában nem fizet olyan sokat. Na már most a Dumaragú esetében egy videó elkészítése nem 15 perc volt a felvétel, és nem 2 óra alatt vágta meg, hanem baromi sok meló volt ezzel, és nyilván ritkán jöttek ki emiatt a videók, emiatt pedig kevés pénzt keresett, vagyis hát nyilván keresett vele jól, de Amerikában mondjuk teljes mértékben megélt volna belőle egy tök jó életszínvonalon, Magyarországon viszont más a szitu, itt nyilván nem tudott belőle úgy megélni, ahogy megérdemelte volna a tartalmai után, és elvileg úgy tudom, hogy kapott egy jobb munka lehetőséget, de javítsatok ki, hogyha tévedek, meg nyilván a család, meg stb., ami ilyenkor fókuszba kerül, és nyilván egy sokkal jobb munka lehetőséggel meg tudja teremteni a családjának azt az élet színvonalat, amit megérdemelnek, úgyhogy nyilván itthon nem segít a kreatorokon az, hogy keveset fizet a YouTube, egy kicsi ország vagyunk, kicsi lehetőségekkel, nagyjából van olyan piaci szegmens, akik nem is vesznek tudomást a létezésünkről, szóval nem egyszerű itt Magyarországon sem. Emellett nyilván vannak olyan kreatorok, akik elfáradnak, akik megunják ezt az egészet, vagy olyanok, akikről nem is tudni, hogy mi miatt hagyták abba, és eltűnnek. Emellett ugye nyilván fiatal kreatorok is tűnnek el úgy, hogy mást hoz az élet, például bejön az egyetem, vagy bejön egy új munka, vagy családjuk lesz, és emiatt kevesebb időt tudnak YouTube-ozni. Feltettem egy community posztot, és ott írtatok rengeteg olyan YouTubert, aki abba hagyta, és már nem gyárt tartalmat, és volt köztük olyan is, aki sajnos azért nem gyárt már tartalmat, mert már nincs velünk, úgyhogy ez megint egy más téma. Nyilván ezt nem kell magyarázni, hogy ilyenkor mi történik. Remélem, hogy így nagyjából összesűrítettem azokat a gondolatokat, amiket én így hallottam, amiket úgy éreztem, hogy fontos lenne erről itthon is beszélni, és ja, a kiégéssel még biztos, hogy fogunk sokat foglalkozni, mert ez egy nagyon fontos téma, főleg a kreatorok, a kreatív emberek életében, de nem csak a kreatív emberek életében egyébként, hanem aki egy irodában dolgozik, az is ki tud égni, vagy aki egy építkezésen, vagy bárhol, szóval a legtöbb embert érinti, és a mai világban, a mai felgyorsult és lelketlen világunkban egyébként biztos, hogy egyre több és több embert fog ez érinteni, úgyhogy szerintem fontos téma, mindenképpen fogok ezzel foglalkozni, ti pedig ne hagyjátok abba a YouTube-ozást, figyeljetek arra, hogy ne égjetek ki, ha pedig bármi ilyen van, akkor nyugodtan keressetek fel olyan embereket, akik átérzik a szitút, akik mondjuk hasonlóan kreátorok, vagy stb., és beszélgessetek másokkal ezekről a dolgokról, mert az egy hatalmas segítség az embernek, amikor felvázolja a problémáját, és nincs egyedül, és mondjuk elmeséled egy másik kreátornak, hogy most ezt érzem, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy haver, 2 hete ugyanezt éreztem, és itt a megoldás, én ezt csináltam, próbált ki, vagy azt mondja, hogy haver, teljesen megértem,
én is voltam ilyenbe, meg tudjátok beszélni, szóval, ja, lényegében ennyi lett volna ez a videó mára. Köszi szépen a figyelmet, köszönöm szépen a csatornatagoknak a támogatást, találkozunk a következő videóban, úgyhogy ciao, ciao. Köszönet nyilvánítás, Pipa, megemlíteni a 200 plusz 1000 feliratkozót, ó, azt el is felejtettem. Tényleg, ezek 200 ezer, te jó Isten! Ó, hallod, nem akarom abba hagyni! Sziasztok!